azok közé, a művészek közé tartozik, akiknek az életük a művészet. Nincs külön élet, nincs külön magánélet. A művészetnek az a feladata, hogy az Isten adta tehetsége által kiki megvalósítsa a szépségnek az igazságát és az igazság szépségét. A teremtés, a szépség megteremtése és átadása az egynek a kinyilatkoztatása. Nagyon foglalkoztatta az alapfilozófiai kérdés a rész és egész. Erről ő sokat írt az eggyel kapcsolatban. Világképe és a világnézete az nagyon hamar kialakult. A Békés Csabai gimnáziumba, evangélikus gimnáziumba plantálták bele, és tulajdonképpen egy nagyon mély bibliaismereten és egy nagyon mély elkötelezett gondolkodási kényszeren alapult. A lényege ennek a világnézetnek az volt, hogy a teremtés az egy olyan feladat, ami csak akkor valósul meg, hogyha kimondjuk. Hiszen ez a Bibliának is a lényege, hogy léteznek a gondolatok, elgondolunk valamit, de a teremtés a kimondott szóval történik. Nem véletlen, hogy az a közeg, ahonnan származik Megyes Egyháza, és azt mondják, hogy ott vannak a nyakas parasztok. Nem így van, nem nyakasok, csak él bennük még az az ősi meghatározottság, hogy amit kimondtam, az van. Tehát nem fogom változtatni 5 percenként a véleményemet. És természetesen a Bibliából kiindulva, a bibliai világnézetből kiindulva, Séner Mihálynak is egy olyan fajta nézete volt, hogy létezik a jó és létezik a rossz. Létezik a fény, létezik az árnyék, tehát valóban egy duális világképe volt, ahol ütköztek az ő gondolkodásmódjában, és talán még az életében is, a jó és a rossz momentumok. De nem ingatta meg őt abban a hitben, hogy teremteni kell, felelősséggel tartozunk magunkért és az embertársainkért, és ez a felelősség azt is hozza, hogy nekem kötelességem, mint alkotó művésznek elmondani a jót. Nagyon izgalmasan alakul a pályája. Egy olyan nemzedék tagja, amíg nemzedék megtizedelődött a II. Világháború alatt. A világháború ketté szakította a tanulmányt, hiszen ő valamikor 42 tájékán kezdett a főiskolára járni, és 45 után fejezte be. Tehát egy olyan nemzedék, ahol nem túl sokan voltak, mert egy csomó tehetségünk elhunyt a háború alatt, illetve nagyon sokan elmentek a háború után Magyarországról. Az ő mesterségbeli megalapozottsága Rudnainak köszönhető. Ahogy Rudnai szemlélte a világot, a természetet, a magyar tájat és a magyar életet, ez belegyökerezett Séner Mihály szemléletébe. Sok mindenen keresztül ment, sok mindent próbált, sokszor volt szerencséje, sokszor volt igazságtalanul szerencsétlensége. 63-ban volt az első kiállításom a Csók galériában. Azt hittem, hogy az őszinteség az egy mindenek fölött való fontos tényező. És akkor kiadtam a belsőmet az expresszivitásban, ezt az irányzatot követtem, és rájöttem arra, miután hát minden újság kritikája levágott, hogy sokkal zárkozottabbnak kell lennem. Volt egy nagyon komoly indulása. Csók István beli kiállítása, amit nagyon rossz visszhangot kapott. A népművészethez való kapcsolódás volt az egyik fő kifogás. Az égből pocsant akkor ide. Londoni professzor, Mr. Astoriknak hívták. És bizony az én kátyúmba kiemelt engem, és megvette, persze nem drágán, az összes képemet, amit itt lecsesztek. Nem csak, hogy megvette a képeimet, hanem meghívott. Először Párizsba kerültem, de ott már deponálta a Chagall által egy kis pénzt nekem, hogy azzal el tudjak utazni Londonba. Hát Chagall volt a legjobb barátja, ugyanis mindketten Vitebszki származása. Az Astorik nagyon nagyra értékelte ezeket az expresszív képeit. Bejárhatta a világot.